Rangos előadók, páratlan zenei élmény csodálatos környezetben, Székesfehérvár barokk templomaiban, mindez fémjelzi a Harmónia Albenzis programsorozatát. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben is sikerült forrást találni. A Harmónia Albenzis olyan értékeket és magas színvonalat képvisel, amely nagy jelentőséggel bír. A komoly zenét szerető és értő közönség nyáron is örömmel fogadja a színvonalas előadásokat Székesfehérváron. Azt gondolom, hogy ezek mutatják meg igazán, hogy a városnak mi a presztízse, mi a rangja. Gyönyörű a történelmi belvárosunk, nagyon szép a történelmi múltunk. Azt gondolom, hogy kellenek ehhez nagyon rangos, komoly programok, amelyek, bocsánat, de nem felhígult szórakoztatást nyújtanak, hanem nagyon komoly értéket adnak a közönség számára. Idén a Szent István Bazilikában és a Ciszterci templomban 2, a Szent Imre templomban pedig 1 hangverseny lesz. A műfajokat tekintve változatos program várja a komoly zene kedvelőit. Egy koncert erejéig itt lehet Virágrandás művészúr és a rádió gyermekkórusa. Számos új elem gazdagítja a kínálatot az idei esztendőben, és vannak természetesen visszatérő vendégek. Nem hiányozhat az előadók közül az Alba Régia Vegyeskar, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Miklósa Erika operaénekesnő sem, akinek Angyal Szárnyon című július 26-ai koncertje zárja majd a Harmónia Albenzis sorozatot. Talán tradíciónak mondható Miklós Erikával a záró koncert, ami mindig meglepetés. Tavaly ugye csodálatos Ava Máriákat hallottunk, az idén is gondolom egy szép csokrot fog összeállítani, és akkor mi ezt körbe fonjuk a zenekari közjátékokkal, hát ez lesz az idei program. Az 5 koncertre szóló bérletet, illetve a jegyeket a Vörösmarty Színház jegyirodáján veheti meg a nagy közönség.